Oké. Ha az értesüléseink nem csalnak, akkor a pizzákar épp itt ebben a stúdióban veszik fel az új lemezét, úgyhogy most rajtuk ütünk és megnézzük, hogy hogy állnak a munkálataik. Nem vagyok erre biztos, hogy jó helyen járunk, mert elég kietlő hely ez egy stúdiónak, ami állítólag a legjobban felszerelt Pécsen. Mindjárt ki fog erőlni, igazunk van-e. És Csuri már itt is van az ajtóban. Megölött a szünet. Hello! Szervusz, mester úr. Szia. Azt hallottuk, hogy csak az Andris van itt, akkor nem csak az Andris van itt. Hát, most jöttem ide. Megnéztük itt. Ketten vagyunk. Én megyek is dolgozni, csak a Gábor. Nem, meg a Gábor. Hát akkor menjünk be szerintem. Menjen, Andor. Jó, egész jó. Mesélj, hogy álltok. Úgy állunk, hogy... Hát jó, jól állunk. Mikor dübörög a gazdaság. Kurva jól állunk. Tehát mikor kezdtünk? Múlt héten kezdtünk, és fölnyomtuk a zenei alapok, fönn vannak komplet, mínusz egy nóta. Ennyi, az eltűnt a rendszerbe, Neo gonoszsága által. De nem az album, nem röljük ki. Nem az album mínusz egy nóta, hanem a felvett anyag mínusz egy nóta. Igen, igen. Szóval 12 szám lesz a nótám, vagy az albumon. És most a hétvégén azzal fog telni, hogy akusztikus gitározás, meg énekelés, meg... Mi nem beszélni, hogy tett valami gitárral a kezdet. Meg ilyenek lesznek. Hát ez jó ötlet, menjünk be. Uh-huh. Oké. Okay. Valamit valaki ismeretlenül tudni akarna az új beat albumról, hogy mit feljön tőle, akkor mit mondaná neki? Hát az, hogy hosszas önvizsgálat után rájöttünk, hogy a rock and roll az a vérünkben van, és nem pusztíthatjuk ki onnan. Semmiképp, úgyhogy tradicionális rock and roll lemezt fogunk csinálni. Úgy volt először, hogy Ollári Szabolcs, egy bói fiatal arc, aki még a Pelen fellépett velünk, hogy ő így részt fog venni még az albumon, így különböző szempler, meg különböző elektromos dolgokkal, de aztán így rájöttünk, hogy nem, már annyira tömény lett már így a lemez, hogy egyszerűen nem fér sehova oda. Úgyhogy azt még nem akartuk, hogy csak úgy indokolatlanul be. Szóval így besűrítsük. Szerintem jó lesz így. És mi ráspiráltok lesznek a Pécsi Aerosmith? Milyen tradicionális rock'n'roll-ra? Egy PMD után hajazunk át. Tényleg vannak olyan kedvenc zenétek az elmúlt évekből, amik újnak számítanak? Tehát ilyen, mit tudom én, most direkt nem mondok neveket. Amik az elmúlt egy-két évben jelentek meg, első egy-két lemezeikkel. Hát, és rocknak számít. És rocknak számít, és megérintette a zenekart. Hát mondjuk engem a Revis, az Amcsik közül, aztán hát a Kings of Leon, ami aztán nekem mindig is ugye a Crimson, de az régi, meg ami nekem ugye az új énekessel az Inexis, nekem az nagyon bejön az album. Meg most amit nagyon hallgatok, az új Snow Patrol, meg hát az előző album Snow Patrol, az nekem hihetetlen. Új R.E.M. Én nem vagyok olyan R.E.M. Leragadtam a Sanyi Happy People, azt ennyi, meg néhány nótájukat ismerem, de úgy nem vagyok egy olyan R.E.M. fan, de annyira ismerem őket. Ez a King Zoran, ez a Balázsnak a nagy rákfenéje. Ma veszem meg a jegyeket a berlini koncertre. Nem vedettem utára át erre a beszélgetést. Valami az de én direkt nem, én nem hoztam fel a King Zoran. De mondjuk amit most pont ugye az oldalon megtaláltam, az Albatross, a COC-től szólnak. Ja, igen. Ez zseniális, az adult egyszerűen, azok a riffek. Teljesen kész vagy. Igen. Tényleg ezt nem tud elnyomni, ezt a riffet? Régebben játszottam még. Ez mennyire zseniális. Nem tudom. Ez nem baj. Kéne hangolnom. Nyomj egy picit nekünk sajátot. Sajátot. Thank you.
lesz az új Pete lemezről. Tényleg a Pearl Jam-nak az előző, vagy az utóbbi lemezeit nem annyira vágod, András? Nem, nem. Leakadtál a Pearl Jam történetre? Nem, csak én nekem a Pearl Jam az az első két lemez. Uh-huh. És akkor azt úgyis őrzöm emlékembe. És akkor szeretnék majd egy tribute zenekart csinálni, egy Pearl Jam tribute zenekart. De az első két lemeznek? Az első két lemez, a többiről meg csak a mindegyiken gondolom van így két szám mondjuk, ami jó szerintem. De te annak idején ezeket, de most komolyan, annak idején ezt letesztelted, hogy akkor megjelent a harmadik lemez, akkor úgy gondoltad, hogy az izé, hogy az neked már nem tetszik, és így kész, és onnantól leakadtál? Vagy ez hogy volt nálad az a dolog? Nem, ugye a harmadikon is igazából két dal találtam jónak, a negyediken is két dal találtam jónak, aztán az ötödiken is, és akkor így abba hagytam ezt, szóval az nekem az első két lemez az annyira tökéletes az elejétől a végéig, de szerintem az a mindenki így van, hogy szóval... Nem, szóval nem kellett volna az Eddie Vedder-nek gitárt adni a kezébe, szerintem, hanem ráhagyni a fiúkra. vagy az a másik verzió, ami ilyen nagyon sok amerikai nagyzenekarnál előfordul, hogy kurva jó segítő volt a háttérben. Brandon O'Brien? Például. Aki a producere volt az első lemezen. És meg se hallgattad a... Tehát jött egy olyan pont a Pearl Jam sztoriban, mint amikortól fogva már nem is egyáltalán meg se hallgattad a lemezeket? Aha. 98-tól? Vagy Yield? Yieldet azt még meg is vettem, azt így hallgat, de abban is mondom, van két nót, aztán kész. Uh-huh. Aztán onnantól így leakadtam róla. És mit szólsz ahhoz? Ez is érdekelne engem, hogy akik rock újságírók, illetve szakma, azt mondja rendre, hogy a Pearl Jam az igazán a pont, hogy a harmadik lemeztől lett érdekes, és az első két lemez az még inkább ilyen szárbontogatásnak, meg ilyen gicsesnek számít az ő véleményük szerint. Tehát egyáltalán találkoztál ilyen véleményekkel, mert én folyamatosan ilyen izében botlok bele. Nem, de hát ezt meg se hallom. Mondjuk aki ismeri előtt a Mother Love Bond, szóval az is egy hihetetlen jó anyag. Tehát még ezt ezzel zenekarról elmondják, basszus, hogy van egy időszakuk, amíg így nyersek, meg eredetiek, és akkor addig van, aki szereti, utána nem, és a törés után meg egy csomóan azt mondják, hogy szakmailag kiforrott, és akkor nem faszom. De nem tudom így a Matt Cameront se így behelyettesíteni egy Dave Carson-nel, vagy szóval így nem lehet összehasonlítani. Ő jó volt a Soundgarden-ben, itt meg így elütögeti, itt is zseniális, de hát más stílus. Sem az Ebrúzizivel, nem? Nem. Mondjuk amit tegnap kutogattam éppen, hogy találtam ilyen felvételeket, hogy a másik nagy, hogyha már Seattle-nél vagyunk, hogy az Alice in Chains egy új énekessel, hát attól sem voltam hanyatdőlve, mondjuk így. Hát így elénekelted, de ennyi. Hát mondjuk jó, meg azt a faszit pótolni most tényleg, nem? Tehát nem elég, hogy énekes, hanem ráadásul egy olyan fazan volt maga Lane Stanley, ő volt maga az Alice in Chains gyakorlatilag. Igen. Annak ellenére, hogy a Jerry Cantrell csinált szóló lemezeket, amik elég jók. Ja. És Alice in Chains-esek, de mivel nincs, tehát valami hiányzik azokról a lemezekre, hogy valaki... A Weiland is egy ilyen ikonikus figura volt, nem? Meg a... Ki? Weiland? Hát, ja, de... Cornell is. Ott van a Stone Temple Pilots próbaterben. Tifán Zsolti. Van valami kőtemplom is, ahol ilyen pilóták ott ülnek bent? Igen, a Tifán Zsoltinak a háza kinéz lehet, hogy ott van a próbaterben. Akkor valójában a villányi bort tett be a Weilandnak, nem a kokain meg a heroin? Büszkék lehetnek rá. Most még zenélned kell nekünk. Nekem viszont nem, nekem van egy nagyon nagyobb. Na, jó. Mi indokolt ezt a döntést, hogy nem egyszerre vesztek föl meg ilyen zenekar jellege, hanem... Várja, nem. Sávról-sávra. Azt nem mondtam, hanem úgy van, hogy a múlt hétvégén egyszerre vettük föl, épp azért jöttünk ide a Gáborhoz, mert itt így látjuk, még ott van a Csüli dobszerkója, össze is van rakva, úgyhogy ott volt a dob meg a bűgő, itt meg én voltam a Petivel, úgyhogy tök egyszerre vettük fel. Ugyanúgy az ember itt lehet, de most azt látom, hogy külön-külön lesznek. Hát most csak díszítünk. Aha. Szóval van valamilyen szám, ami megkívánja, hogy egy akusztikus gitárra kicsit lágyítsunk rajta. De hogy maga a dalváz az mindenhol fenn van. Az mind tök fenn van. Sőt, van olyan, amiben a Peti még a szólót is. De kevén nem akkor jöttünk. Mi Balázs? Direkt a feeling miatt. Hát holnap gyertek el, holnap lesz egy ilyen. Na, jó. Holnap este.
Hány órakor? Hát szerintem 6-tól. Akkor van a pehelyünk megint. Pont akkor... belefér a kínóját. Aha. Na, úgyhogy az más feeling. Az előző lemezt is így vettük fel egyszerre. Más az egész. Mondjad. Ezek egyike, másik, mert azért elhangzott élőben volt valami, nem tudom, konkrét visszacsatolás, ilyen nem tudom, rajongók oda jöttek, így rajongók, akik azt mondták, hogy hát ez milyen szar lett, amit most csináltatok, vagy pont fordítva, hogy mennyire örülnek neki, hogy erre elmentetek. Hát pont fordítva, szóval igen, hál' Istennek pont fordítva. Aha, meg így van egy ilyen demo verzió, 7 szám, és hát így leteszteltük tényleg olyan emberekkel, akik így, mondjuk így, nem akarok senkit meg, de az tudod, aki az a Bikini Beatrice-en így nevelkedett. És akkor így, na és ők is azt mondták, hogy tudod, hogy hát eddig így azt mondtuk, de ez tetszik, ez jó lesz. Szóval, hogy pont azokat az embereket is úgy néz ki, hogy sikerül megfogni. Még mondjuk elég egyszerűre csináltuk, szóval most kevesebb, az több felfogással álltunk neki az egésznek. Most tényleg elindultok a rockstárság útján, akkor hogyha ilyen kis kérdes zenét tudtok csinálni a színpadon is. Hát mondjuk a színpad az mindig érvényes, hogy ebből rockstárság, érzem a szagát a levegőben, ebből rockstárság. De bazd meg, 8 éve ezen dolgoznak körülbelül végül is. Minden rám, hogy rockstár legyek, szóval ne vicc. Egész életem erről szól, és mindig a Nihil Chipszekkel kiélnem ezeket a hajlamaimat. Együl emlik benned a Pink koncertek során a feszültség, ezt ki kell ontani. Elordibálok mindenféle slágereket, örülnek neki lányok, fiúk, és akkor azt a jó. Akkor belebújhatok énekesek bőrébe. Na mi a helyzet a izéval? Szövegírással? Szövegírással kérlek szépen 12 szám, mind a 12 magyarul lesz. És mindet te írtad? Balázsról írtuk közösen őket, illetve egy külső segítőnkkel, Pilisi Pityuval. Így ő adott nekünk egy csomó ilyen szöveget, hogy itt van, azt csináltok vele, amit akartok, és akkor mi abból így kiolvasztunk pár sort, ami úgy megtetszett. És akkor így hármunk agyalásából lettek a szövegek igazából. Ez hogy volt nálatok annak idején, hogy, ugye angolul kezdtetek? Igen. És hogy aztán váltottatok a magyarra? Vagy milyen hosszú folyamat volt ez, hogy ez a váltás megtörténjen? Hát fel kellett nőni hozzá. És ez elég hosszú ideig tartott. Régebben angolul ment, akkor a Balázs írta a szövegeket is, mert hogy ő angol tanár, és hogy az milyen jó, de hát aztán annyira nem. Szóval... Kell a merészség, azt mondod a magyar szöveghez, hogy a nem, mert hát mi nem vágyunk innen el. Szóval mi már itt fogunk maradni, az biztos. Hát csak így, hogy milyen értelemben mondod, azt így fel kell nőni hozzá. Igen, hát mindenhogyan. Akkor talán András, hogy utólag van egy véleményed azokról a zenekarokról, akik angolul kezdenek, hiszen ti is ilyenek voltatok? Tehát, érted, mit akarok ebből kihámozni, hogy ez egy ilyen gyerekbetegség, amit kinő előbb-utóbb majdnem mindenki? Hát nem, de mondjuk igen, a válasz egyik fele az, hogy igen, a másik fele meg az, hogy ha meg nem, akkor csinálod úgy, mint a Moogék. És akkor komolyan tudod, szóval akkor tényleg angolul, tényleg egy profi menedzsmenttel, vagy nem tudom, hogy mi van mögöttük, és akkor neki a nagyvilágnak, és akkor úgy van értelme, de azért, hogy ilyen, szóval az a kiejtés, amit én is képviselek, meg az én korosztályom szerintem, szóval nem egy annyira erős hűha szerintem, és ezen vitatkozhatunk. A Moogék a felosztani szőrös nyelvű leszek, azért ott inkább a menedzsment az, ami így nyomalatban szerintem, mint a zenekar. De ez... Ezt hajlandó vagy tényleg a kamerába belemondani? Jó, de mindig meg volt a véleményem róluk, és most is megvan, és tartom magam hozzá. Na jó, látom, megint vágnom kell egy csomó. De mondom, a másik meg az, hogy jó látni, amikor most nemrég voltunk Kiskunfél egyházán, és mit tudom, a második vagy a harmadik refrén már énekelte veled az ember, mert tök egyszerű, és Melyik dal volt ez? Hát az, ami fönn van, a Botrányos. Ja, de a Botrányos ez egy új, ugye? Igen. És ez a hajó... Hajókat láttam, vagy látok. Uh-huh. Ez a másik új. Igen. Aha. Szervusztok! Szia! Ciao. Szia, csülök! Holnap a Tettek mezején este. Így van. Jövünk mi is meg. Okay. Hello. Hello. Hol hagytok abba? Mi van vele? Mi van a hajókat látok? Baszol. Hát, hogy ezek mennyire új számok? Hogy mi, tehát, hogy a közönség már tudta őket énekelni?
MySpace segítségével, vagy... Akár, meg nem is azt, hanem, hogy könnyebb befogadni őket. Szóval nincs benne az agyalás, hanem mindegy, szóval, hogyha meghallgatod, mindegyik egy tök sablonos rock téma, vagy egy dal felépítést követ, egy ilyen bevezető verze, refrén, szóló, refrén, és örülünk egymásnak a végén. Szóval most így jól érzi magát a zenekar, hogy ilyen dalokat ír. Igazából 12 dal közül talán kettőben van egy agyalás. Az egyik az nagyon súlyosra sikerült, az a címe, hogy Csapás. És az egy ilyen 2 perc, nem tudom, 40 másodperces nóta, de az lett a legsúlyosabb, de így vegyül minden. Azt figyeltem meg, hogy a ritmika is ilyen picit most ilyen egyszerűsödött a drum and basshez, vagy ahhoz a fajta dologhoz képest, amiben még a drum and bass is belefért évekkel ezelőtt. Hogy ezt jól figyeltem meg? Jól. Yeah. Mert lesz egy olyan szám is, amiben megint visszaköszön, de hát most már így naturba, szóval nem lesz semmi gépi alap segítségül alatta. De hát jó, így eltűntek ezek. Így, és mondom, ezek így nem tudatosan, hanem onnantól kezdve, hogy a Csabi így kivált a pitből, és akkor keresgettünk meg így, hogy oldjuk meg ilyenek, és akkor csak zenéltünk, és rengeteget jammeltünk, és ezek a nóták jöttek össze végül is. Szóval így, de annyira, hogy most már tényleg nem is hiányzik. A vége úgyis az lesz, hogy már 5-9-ben játszatok ti is minden számot, mint a Crimson. nem, az pont, hogy annyira elvetem, hogy nem lesz neked az. Az napi 26 órát kéne gitározni, meg még 28 a zene elméletre járni, vagy ösztönösen ilyen hülye zseninek születni. Hát pont, hogy egyszerűsödik most a dolog. Egyszerűsödik, persze. Mondjuk a DM-ben is 4/4, csak az meg szinkópázva van, de hát ez meg standard 4/4, ami most szól, nem? Ezt te úgy felvettem. Most le vagyok. Miért nem? Szóval ne káromkodj, mi az, hogy ez egy kurva életben azok, hogy a szinkópa maradjon. A francba. Lehet, hogy ez egy kicsit több ott szerelmélet annak idején, mint kellett volna. Bevezetem az utána, bazd meg, egy szinkópát mondom. Simán. Na, van még valami? Hát ilyen standard 4/4, persze ezt lehet érezni. Ha? Van még valami? Nem tudom. Még nem tudod? Gábor, faggassuk ki. Jó. Jó ötlet, nem? Ja. Na, menjünk, kérdezzük meg. Ja. Aztán még majd játszol nekünk. Na, gyere, Andor! Na. Andor, gyere meg! Rakjak be valami zenét. Nem, hanem most téged fog kérdezgetni az Andor. Jaj, erről nem volt szó. Dehogy nem. De azt az nem jó, hogy az Andor is itt van, mert azt akarjuk, hogy kibeszél őket. De verjét! Ó, Lajos! Az tüzet! Igen. Hát igen, aki sokat dolgozik az Eltúdból, az nem nagyon jut ideig volna felkozni ezek szerint. Jó. Nem, valami komolyan. Ennyire megterhelő volt a pitékkel az egy kis stúdió. Ennyire megterhelő volt a pitékkel, mondom, ez az egy kis stúdió. Hát... Nem, már... Na de mondjál, na, srácokkal együtt dolgozni. Mit emelnél ki? Miben dicsérnéd meg őket? Vagy hát valamit... Figyelj, egy kis profi munka, amit csinálna. Tehát az van, hogy... egész más szinten beszélgetünk dolgokról, mint mondjuk nagyon sok amatőr zenekarnál mondjuk észrevehető, tehát itt tulajdonképpen profi zenészekről van szó. És nem kell felőket ezt én sokat magyarul ilyen x szebelni, meg x-szebelni? Hát nem, hát igazából egybe vettük föl, ami megint csak nagyon jó, hogy az egész zenekar együtt zenél, és akkor nincs ez a probléma belőle, ami szokott, hogy mankó, sávokról, meg ilyenekről indul el, és akkor kezd szétesni a végére. Tehát tulajdonképpen ilyen digitális javítgatások nincsenek nagyon a lemezen. Napi hány dolgot csináltak, hogy ezt most igazatok a dobidőbe? Hát a múlt héten 3 napot dolgoztunk, hát reggel 9-től este 10-ig. De mondjuk kisebb-nagyobb szünetekkel. Azért érezhető volt a végére, hogy mindenki le van amortizálva, és így legyen már kész az a mai anyag, és akkor menjünk haza, vagy volt még bennetek annyi frissességgel lehetett volna csinálni, tudod? Hát szerintem úgy csináltuk, ahogy kell, tehát a egészségesen, jól. Igen. Tehát amikor úgy éreztük, hogy most már zsong a fejre mindenkinek, akkor hagytuk. Egyes projektbe. Figyelj, adjak egy jelet ehhez, a zenéből. Milyen jelet?
Hát vagy csak így, mert így most ugye szóló, hoppá, lóg a mikrofon. Ja, értem, hogy, ja, értem. Hogy lányba ehhez? Aha. Hát, hát a fene tudja. Egyébként, tehát, majd ha meglátod a kész videót, akkor be fogod látni, hogy nem kell ez semmi el. Tehát, ilyen, okay. Tehát hogy ilyen kis izé, ilyen, tehát így pont megfelel, de köszi. Jó, okay. Igen, igen, nézzük meg azt a... Igen, igen, ez az. Ez az. És akkor a refrénben, hogy rámegye a sima quintre ez az akkordozós téma. Igen. Oké. Thank you.